Hello, hello, sziasztok, kacskint, Tomi vagyok, üdvözlés mindenkinek a Romta Táborban. Folytatjuk a Julius Caesar hosszú agyáratunkat, hogy itt fejeztük be az előző részben, hogy ostromoljuk Batavodorumot. Úgyhogy, vegyük be, nem? Mit szólsz? Conan a barbár. Abszolút nem érdekel, hogy mit tud, meg milyen emberei vannak, mert annyi játszom van, mint a... most találj ki magadban egy nagyon jó példát erre. Hogy szerinted miből van sok. Idegösszeroppanás, vese, görcs, szívhúzódás, érted, ilyenekre gondolok. Oké. Igazából nagyon nem akarok szarakodni, tehát hogy így az a terv, hogy oda megyek és így meghallak. Tehát hogy így komolyan. Like this. Hát csórikat nagyon lövi a torony. Ja, tehát, igen. Hogy ez így nem olyan rossz. Mármint, hogy így ezekben nem maradt semmi. Nem, érted? És ez... ez valós. És azért hagyjál, ideig is ellátunk. Ó, nagyon jó. Előrejünk ide. Our soldiers have captured the walls. Now is the time to press on and capture this place. Még nem, majd egyszer. Az annyian vagyunk, hogy nem férünk be az ajtón, hallod, hogy mi ez kapu. Na vagy te ajtó. Mert igazából elég debilek az íjászaim, de most mindegy. Jó, ott. Enemy general is dead. His men know their doom approaches. Hát a kerekek azok mennek tovább, na hát most ez van. Ott még van egy hadi csapat, ugye? Lehetek szívesek ide hívni őket. Ugye a barátaink segítenek rajtuk. Nehogy túléljék ezt a napot. Most nagyon ilyen költőre vettem a figurát, nem úgy ezt látom. Tehát már csak egy tücsök kéne a vállamra, aztán nagyon nyomnám a dolgot. Elvileg azoknak nem kéne beérni. Így van. Jó, veszettük 12 darab íjászt. Fuck you. Az is teljesen fölöslegesen. Az a baj, ezek már olyan ostromok, hogy abszolút nem kéne embert veszteni, mert hogy így minek kéne. De most így komolyan, tehát... érted, egyből építünk oltárt, mert ezzel mindig benézem. Frakció vezető. Frakció örököse, úr, nagyon egyszerű. Meg kellene ostromolni Tébát a következő körben. Alexandriába helyreállt egy picit a közrend. Plusz 4000-be vagyunk. Jó, kell kettő ilyen, meg kettő torony. Következő körbe ostromolhatunk. Á, igen, Tarába lett egy nagykorúság, illetve Scalabisba is. Na, az azt jelenti, hogy Scalabisból ezt a csávót elviszük Kordubába. Mivel, hogy ott borzasztóan rossz a közrend. A Scipióház fejlettebb, mint mi, az érdekes. Ezt a csávót... átdobjuk Dévába. Hogy ott nagyon jó legyen utána. Aquincumba lett egy kőfa, jól jöhet egy út, illetve... amit ugye mindenféleképpen kell csinálni. Ó, bazzeg aranybeduinok, mi van veled? Itt annyira nem kéne úgy képezgetni, mert inkább az aranycuccokat kéne átküldeni. De jó, mindegy. Kezdjük el megépíteni a csatornát. Ugye? Jó. Maradt 1500-am. Voltak már ilyen seregfelosztogatások, igaz? Arra jól emlékszem. Muszáj egy párat, mert... abszolút tök fölöslegesen nem akarok fenntartani ennyi embert. Ja, most mondjuk jöhet a kérdés, hogy mi az, hogy ennyi. Hát... ennyi.
Nem unom. Terjeszkedik nagyszerűen, ebből is megértem elfeloszlatni őket. Itt most ez a rész, amire nagyon-nagyon durván kell koncentrálni, az az, hogy először is megépüljenek a csatornák, mert ugye ott szarnak az utcára egyfolytában. Alexandriában meg pláne ott, hogy van egy 23.000-es népesség, Memphisben csak 9.000-es, mert azt volt a nyeszem, hogy kiirtottam. Megtámadták Makromannit, nagyszerű. 5002 pénz, Kordubába zavargás, az nem kell. Prosciliumba is, mi a zsákon folyik itt amúgy. Jó, az mindegy, az adó az oké. Okay. Jó, itt kéne valamit nagyon... Így. Itt konkrétan nem tudom, ugye a szenny az nagyon nagy probléma, de igazából nem tudok valamit csinálni, tehát a legdurvább vízvezetékek vannak itt megépítve, tehát ettől jobbat most nem tudok csinálni nekik, úgyhogy igazából benyalhatják. Palmába is lett vízvezetékünk, nagyszerű, van bárhol piros közrendünk? Aha, Mogontiákum, meg Alexandria, jó. Alexandriát azt tudom, ott még ugye most épült csak meg a csatorna. Gyorsan fürdünk is. Be kell vegyem Tébát minél gyorsabban. Van benne Elite ES. Mi van ebbe? Egy Elite ES, meg egy kicsi, a többi az annyira nem érdekel. Full arany felszereléses seregem van. Egyetlen egy dolog hiányzik róluk, az a tapasztalat. Mert az a baj, hogy most hiába adsz egy földművesnek egy gladiátor felszerelést, attól még nem fog tudni harcolni, you know? Mekkora példa volt ez már megint. Hát komolyan mondom, ezeket le fogom írni egy könyvbe. Nem, csak viccelek. Egy. Ott lesz az Onager, Scorpion. Egy. Nagyon nem kell ezt túlzásba menni. Hogy néz ki amúgy aranycuccal a nehéz lovasság? Aha, hát mondjuk nagyjából ugyanúgy, mint hogyha nem lenne rajta arany, de mindegy. Aha, a tüzérség az már kapott páncélt, az látszik. És az Onagert már, aha, azok is páncélos emberkék. Kit áldozzunk fel? Jelen egy légionáriust, mivel hogy ezeknek nincsen egyedül, hogy hívják, ja? Mondjad már, mi az tapasztalatuk. Kezdjük el lőni a kaput. Ugye, remélhetőleg Testudo segít majd abba, hogy ne halljanak meg. Ezt le kell rombolni, úgy, hogy a torjok nem működjenek. Azt is romboljuk ott le. Az elit ijászokat úgyis meg fogjuk ölni. Viszont nem bánom, hogyha sietnétek egy kicsit, mert meg fogtok halni. Itt vannak az elit ijászok, ugye? Ja, aha. Azt kéne lerombolni. Kezd el lőni azt. Ó, bazd, meg ennyit lelőttek. Ez nagyon jó lesz, hogyha lövöm is, meg azok is elkezdik ütni. Ez az. Nagyon jó. És ugye, ezután jön a Roman skill. Ó, ez az. A torony. Ami ugye bár nagyon jól tudjuk, hogy a földön lévő egységeket is képes lőni. Csak akarni kell. Bármit elvileg. Elvileg képes lőni. Vagy nem? Miért nem lősz? Vagy lő? A lő azt csak nem tudom, hogy kit.
Like a pro. De most ide lő? Ja, valami olyasmi. Ó, ha várjál már. Hát akkor kipucoljuk őket a tornyokkal, hát mi van veled? Ó, nagyon jó. Factory engineering triumphs once more. The walls are down. Order your men on to victory. Oké. Okay. Amúgy sima tornyokkal meg lehet nyerni ezt az egész brigádot. Nem brigádot, mi a csatát. Csak úgy kell csinálni, hogy jó legyen. Meg hogyha még egy picit előrébb tolom, akkor lehet hamarabb elfogynak. Hátrébb. Hát de lőjél már basszod! Bazd meg, hát azért nem lő, akkor nyilván nem fogom tudni ezt megoldani. Have reached the walls. Now there will be hard fighting to break the defenses. Mindegy, a legionáriusokat rááltozom. Amúgy annyira nem érdekel. Ami really ezt lőjük? Lőjed már azokat. Az a gáz, hogy ezt egyszer leraktad a skorpiót elvőd... Ja, de lehet mozgatni. Valahogy old meg, hogy ide belüljön. Arany fegyver, arany páncél, legyek büszke rátok, köszi! Mondom, büszke? Megrendült? Hány már légionárisok megrendüljenek, bazzek? Ez eddig nagyon úgy néz ki, hogy ezt itt megnyerjük. Hát annyira túl sok légionárius nem hal meg amúgy, ahhoz képest amennyi egyiptomi. Egyiptomi. Fejezd be. Ez nem a poén helye, bazzeg. Ó, tényleg. Hát elfoglaltuk a tornyot. Hát ugyan kérlek. Na jó, hát ez a torony a miénk, right? Ez azt jelenti, velük egész nyugodtan eljöhetek ide. Meg még ezekkel is. Bazd meg amúgy, hogy ez időre megy. Az a torony az miénk, az nagyon király, mert az tud minket fedezni. Like this. Ti steel, menjetek oda. Jó lesz. Go.
Ja, de picit pörögjünk, mert el kéne foglalni. Itt a dolgokat. Szórakozzunk már. Le kell lőni azt a pár kis hulladékot a falról, hát ne idegesíts már. Jó. Uha. Időre megy, de teljesen mindegy. Okay. Nagyon jó.
cohort. They're attacking us! What the fuck? Nyerünk! Remélhetőleg elbánunk ennyi lovassa. Full arany cuccba, mármint hogy így érted. Nem akarok kötekedni, csak hogy az illene. Ó, oh, bazd meg! De, hogy rohadjál meg! Fú, Istenem! Hallod? Na jó, van, leszorom. És lemészárolja geci a korszomat, hogy rohadjám. Az meg. Öld meg azt a két gedvás lovast, kösz. Hát ez nem igaz, öcsém. Dögölj már meg! Na végre. Istenem, getsz. De kúra sokba került ez. Ó, Istenem. Jó, mindegy. Csak át kell őket képezni. Köszönjük, hogy jöttetek. Jó, addig nem képzem át őket, amíg nincs megjavítva a cucc. Nagy kőfal helyett csatorna. Az, ami közrendett ebbe hirtelen. Jó, itt ugye képződnek, Alexandriába nem tudom. Ott majd lesz valami. Ugye, megyünk tovább. Lovasság, király. Ezt ugye ostromolják, hát még... Nem tudom. Ez sok. Az sok. Amúgy itt is van bazag is seregem, ezzel mi van? Mármint, hogy így, really? Hát beveszem én ember. Totyorog ember, mint a szarógalamb, érted? Hát nehogy már. Tébában ugye elméletileg szintén aranycuccokat tudunk csinálni. Itt ez viszont... De milyen faszére esik 40%-okat a izé? Közrend? Hát bazd meg. Kajak nem viszem el. Jó, mindegy. Kell olyan, hogy... Ugye nehéz lovasságom az van. IAS-ból kéne. Mert abból kettőt elvesztettünk természetesen.
Arminiumban meghalt egy izé családtag, látom abszolút nem érdekes senkit. Hát ezt nem tudom, ez kurva sokba kerül. Nem biztos, hogy sokba kerül, hanem hogy tök fölösleges. De mindegy, még fölösleges. Fürödjetek már, hogy valamit csináltok magatokkal. Szenny 75% nagyszerű. Semmi nem történik, vágod? Hát mennyire jó ez. Aztán, mi van még? Jó, hát ezeket a kis szutyok falukat nem tudom fejleszteni. Sajnos. Oké, okay. Ez fog ostromolni? Vagy mi a zsákom van? Ja, egy izé elindult. Germánokkal amúgy nem tudom. Hát most itt vagyunk, már leigázhatnám azokat is. Tök mindegy. Úgyis le kell igáznom őket előbb vagy utóbb, tehát most tök mindegy. Oh, bitch! Ez az helyre. Oh, nagyon jó. Hú, getz. Nagyon gyors népüljön az a szutyok, mert nem tudom mit csinálok. Jó. Hát ugye a versenyek naponta az egy picit sokba kerül, de... Dummy-t, azt vegyük már be, van itt egy frakció vezető. Oké. Hát ez is nagyon jó lesz. Van lovasság egyébként, érdekes. Nem kizárt, hogy ki fog vele jönni. Mivel nem csak a hadvezére van, hanem ilyen barbár könnyű lovasok is. Még igazából tök mindegy, mert nekem is van lovasság, tehát... Legrosszabb esetben oda küldöm én is. Kétsz mennyi ijászom van amúgy. Simán belátunk oda amúgy. Ó, getz, pont ott van a torony. Our soldiers have reached the gates with a battering ram. Hallod, getz, ne izélj már! Our soldiers have done their work well. The battering ram has broken through the gate. Ja, hogy ennyi marad a lovasságból is. Értem. Ez kicsit bátor mozdulat azért. Okay. Lángyás hadicsapat. Hát azokból sok fog maradni. Mondom azt, hogy érezzük. Én mondtam. Á, megjöttek.
Oké, okay. Nem tudom mennyit öltek meg eddig az íjászok, de már olyan sok elvileg nincs. Ó, bazd meg, hát a lényeg még itt van. Hó. The enemy king runs from the battle. Will his men follow, or have they more backbone? The enemy king has been killed. This will surely. Az nem tudom, van-e örököse, de remélem nincs. Jó. Fogjuk rá. Tehát, hogyha nem lenne örökös, az tök jó lenne, mert elpusztulnának a germánok is, és egyre rövidebbek lennének a kör végéig. Mármint érted? Nem pusztultak el, kár. Az egy sima családtag. Fuck. Amúgy nagyjából megcsináltam mindent ebbe a körbe, nem? Hát bazd meg! Hát az, de mi az a... Ez egy töménytelen sok izé? Hol van Mogonti Elkú? Várjál. Érdekes ez. Akkor földműves, azt tegyél. Nem tudom, ezekkel mi lesz. Jó. Belőlem csatázzunk egyet, érted? Hát most, hogyha van olyan kedves és ki is jön elém, tehát nem nekem kell érte menni. Én annak nagyon örülök. Van egy családtag, meg az új frakcióvezetője. Most mind a kettő meg fog dögleni remélhetőleg. És aztán... elméletileg... elpusztulnak. Mármint remélem. Jó. Elvileg.
díjászokban nagyon bízok. Hát aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Hát lehet nem sikerül, lehet sikerül, hát most ki tudja, érted? Hát figyelj, még annyira sok íjászom van, hogy nem elképzelheteden egyáltalán, hogy lelövöm mindjárt a hadvezérit, mielőtt ideér. Vagy akkor, amikor ideér. Na? Én már láttam őket, ti nem? Mit tesz a tűzszögnek ezek bazzak, itt elkapok valamit, hallod? Istenem. Á, nagyon jó. Come with me. Pontosabban come to me. Azért nagyon esélyesű. Ott a lovasság ugye oldalt. Hű. Ja, igen, ez várható volt. Hatvan fős gedva. King lies dead at your feet. Now is the time to strike hard at it. Sikoltó asszony, pusztulj már innen. Hát az is. Azt töljed, már ott megy mögötted, jó gyerek. Ez hülye bazd. Ember ott rágja a kutya a seggét és nem öli meg, vágod? Hát az a dupla lovasorom az egy kicsit megütötte így a soraimat, ezt be kell látni. De jó, nyertünk. Oké. Hát megadt mind a két hadvezér, ez a lényege a dolognak, oké? Tehát itt semmi más nem érdekel senkit, csak ez. Au! Sepphelyes Gedvát meg kéne ölni, hogy 113. Azt a kurva. Hány éves ez? 61. Nem sikerült volna megdögleni így ostrom közben? Az van. 113 fős testőrség. Hallod? Hát mit csináljak én azzal ember? Nem is láttam még akkor. Hát. Fű, az ez valami hibrid, hallod? Ez összeszedett két hadvezérni testőrséget. Ó, hogy ez harcszekér. Ja, hát az mindjárt más. Ja, hát akkor jól van. Hát azt hittem már, hogy izé. Hogy az nehéz lovasság, baszott. Hát ez annyira nem mindegy. Hol van ő köcsöksége? Itt. Nagyszerű pont véri az a kedves csapat lovas, de mindegy. Amúgy. Kimegyünk, megpróbáljuk megállítani a kos sokat.
az. Jó, hát valamit csináltunk. Ó, nagyon jó. Okay. Ez ami kurva jó, mert... Hát így nem tudom. Vagy így érdekes. És most hol van maga a hadvezér? Mert arról még ugye nem beszélhetünk. Annyit tudok, hogy valahol itt van. Itt Gedwul valamit. Nem, még kikaptunk, szóltak mindegy. Ja. Nagyon jó volt. Oké. Okay. Úgy teljesen véletlenül megjöhettük volna a hadvezért amúgy, de mindegy. Meg fogsz dögleni magától is, remélem. Viszont most olyan csúnyán oda kéne vinni egy sereget minél hamarabb, mert... Ez innen menni fog tovább. Ez az én fő problémám jelenleg. Nagyon más nem akarok építeni. Mármint ilyen fürdő, meg ilyen dolgok, ezek jöhetnek, de... Amúgy abszolút nem érdekel. Na ide nagyon gyors egy vízvezetéket egy csin, mert az a versenyek naponta az... Hát egy picit sokba kerül. Frakcióvezető, 44 éves. Kimkedjél erre? Jó. Itt... Kár nem is került még ezt elfoglalni? Nem tudom az, hogy került 14 emberbe, de oké. Okay. Legyen neked igazad. Ott van. Ott a zöld, közrendőrüljetek magatoknak. Oké. Jó, hát akkor innen most már az illene kivinni a sereget. Egész jó. De bázik, csak ez is cuccot kapnak, hát mi a szar? Na. Hát nekem arany kell, baszott. Hát ne szórakozzunk már. Meg kellene még légionárius korsz, ilyen normális fejlesztéssel rendelkező. Azt hiszem, mitől megfelelő? Hol az egyiptomi sereg? Egyiptomi dokk. Ó, tudom. Hát Shiva. Amúgy egész nyugodtan mászkálok itt, hogy még amíg köztem van egy egyiptomi város, tehát hogy... Nagyon nem vagyok idegbajos, az biztos. Ó. Oh. Na, nézd csak oda. Na, mindenkinek arany cucca van? Ilyen szoknak valamiért csak ezüst. Érdekes. Oké. Okay. Itt van négy íjászunk. Mennyivel jobban néz ki? Kellene még mondjuk egy... még egy onagér. Alapból ez a borzasztóan lassan haladok. De amúgy... fuck this. Na,
Na, jó. Tehát kész. Ez egy sereg, öcsém. Tehát ezen azért úgy... így meg fogják nézni az emberek, amikor elmegyünk mellettük. Ezen gondolkozom, beviszem az egészet Memphisbe és átképzem. Ami szerintem nem is lenne egy rossz ötlet. Viszont is kacok, ennyi lett volna most ez a kis rész, remélem tetszett nektek. Innen fogjuk folytatni. Én Tomi voltam. Sziasztok!